És hogy akkor már korábban jeleztük, Orosz Anna, a Momentum elnökségi tagja már itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Volt ebben meglepetés, a felmérésben meglepetés, majd annak következményében, hogy Fekete Győr András visszalépett? Magában a felmérésben szerintem kevéssé, nagyjából hasonló eredmény mutatott, mint a korábbi felmérések. 2-3% pontos eltérés volt a három jelölt között, Vénaszályi Márta, Csárdi Antal és Fekete Győr András között, és Fekete Győr András úgy döntött, hogy akkor ő visszalép a kutatás szerint a legesélyesebb javára, ez pedig a párbeszédes Vénaszályi Márta, és így. Így volt ez fel, és következetes. Csak ugye ezután még jött az a hír, mert hogy tegnap Rónai Ágonnál itt volt az egyenes beszédben Unger Péter és Csárdi Antal ugye az LMP-s aspiráns úgy fogalmazott, hogy egyrészt nem elegáns dolog egymást visszalépésre felszólítani, másrészt pedig, hogy hát ő nem akar visszalépni, mert ő tűnik a legesélyesebb ellenzéki jelöltnek, mert hogy a kormányból kiábrándult konzervatívokat ő tudja a legjobban megszólítani. Úgyhogy így még mindig osztódnak a szavazatok, ha így marad a helyzet. Igen, ismerem ezt az érvelést, szerintem azért egy párbeszédes jelölt kevésbé megosztó, mint adott esetben más régebbi baloldali pártok jelöltje, amire ezt az érvelést. A régebbi baloldali párt. Igen, csak ugye arról beszélt, ha jól értem Csárdi Antal, hogy ő szerint a konzervatív szavazókat ő inkább megfogja, mint a másik jelölt, és szerintem ez abban az esetben állja meg inkább a helyét, amikor mondjuk egy MSZP-s jelölt van, ahol sok esetben tényleg azt mondják a konzervatív szavazók, hogy bármennyire is elegük van a Fideszből, bármennyire is kormányváltást akarnak, nem akarnak rá szavazni. Uh-huh. Ilyen tényleg előfordul. Itt egyébként még a Momentum próbál közvetíteni, vagy teljesen kiszálltak ebből a folyamatból? Hát, nekünk szerintem nem annyira, innentől kezdve már nem a mi feladatunk, mi megtettük azt, ami tőlünk tellett, és hát meglátjuk, hogy mire jutnak a többi pártok a következő napokban. Na, mit találtál még? Ha már ugye említetted azt a beköszönésünknél, hogy Orbán Viktor egy másik kisgyerekkel fotózkodott, ugye, de nem lehet tudni, mert lehet, hogy egyébként, hogy ő pont a szunokája. Egy másik hasonló ügy, drónnal fotózták Vona Gábor kisfiát, erről a Magyar Nemzet ír, a Magyar Nemzet online. Jó, egyébként elmondjuk a nézőinknek, hogy most azért használjuk az iPad-eket, mert bár vártuk a nyomtatott sajtó példányait, de nem érkezett meg. Egyedül azt hiszem, talán csak a Blikk. Igen. Na mindegy. Ezért aztán ebből szemlézünk így az online hírek közül. Pedig nagyon kíváncsi lettem volna pont a Magyar Nemzetre, hogy van-e valami. Lehet, hogy érdekes sztori most. Ez lehet, hogy a nyomtatottban is benne van. Igen. Tehát, hogy drónnal fotózták Vona Gábor kisfiát, titkos felvételeket akart készíteni. Egy férfi a pártelnök kisfiáról, Vona Gábor tetten érte az elkövetőt, és rendőrt hívott az zaklatás miatt. Mindez ugye húsvét hétfőn történt. A család arra lett figyelmes, hogy az udvaron 15-20 méterrel ugye a föld felszínétől egy drón lebeg, és fényképeket készít a kisfiúról. Vona Gábor autóba pattant, követte a drónnak az útvonalát, rábukkant arra a férfire, aki a drónt irányította, aki beugrott az autójába, elhajtott, lefényképezte, stb. Majd most kiderül egyébként, hogy ilyenkor mi a helyzet, hogyha megtalálják ugye idézélesen az elkövetőt. Erről valami szubjektív személyes vélemény? Hát nyilvánvalóan az, hogy nagyon-nagyon szomorú, hogy a gyerekeket több pártban is felhasználják politikai kampányra, és ezek szerint most már sajnos... De tudjátok, mi az érdekes, hogy egyébként ezzel mi lehetett a célja annak, aki drónnal odarepült valakinek a kertje fölé, és egy kis fiút fotózott? Fogalmam sincs, nem tudom. Ugye? Mert én is ezen gondolkoztam, most abban mi van? Hogy arra számítottak, hogy ott majd látni fognak az udvarban valamit, ami majd kompromitáló lehet a későbbiekben? Hát egyrészt, másrészt néha ilyenkor csak a hangulat előidézése is rossz lehet, nem lehet, szóval. Az Indexen találtam egy friss összeállítást arról, hogy 900 ezer párt nélküli akar kormányváltást. Ez az Avez Research felmérése az Index megrendelésére. És... az benne még az érdekes, hogy emelkedett az utóbbi egy hónapban a kormány maradására vágyók, ők 40%-nyian vannak, viszont azok is, akik kormányváltást akarnak, ők 46%-nyian. És ami külön érdekes, ezt lehet, hogy meg is tudjuk majd mutatni, hogy a kormányváltó bizonytalanok részvételi hajlandósága az milyen, és az derül ki, hogy biztosan elmenne 40%, és valószínűleg elmenne 27%, tehát többen vannak
akik kormányváltó bizonytalanok és elmennének szavazni, mint akik nem. Úgyhogy valószínűleg igaz az a tétel, hogy most ezekben a napokban akár 900 ezer ember is dönthet arról, hogy kire adja a voksát, aki mondjuk egy hónapja még nem tudta. Úgyhogy ez mindenkinek sorsfordító lehet. Ez, igen, ezt mindenkinek elmondjuk, amikor most mi rengeteg időt töltünk az utcán, az összes jelöltünk kint van, és próbál a választópolgárokkal beszédbe legyedni, és látjuk mi is azt egyébként, hogy sok olyan ember van, aki korábban Fidesz szavazó volt, és azt mondja, hogy oké, ami most van, az most már nem oké, és ez nincs rendben, és ő ez ellen szeretne szavazni. És sokan még nem tudják pontosan, ezt én is érzékelem, hogy akkor kire is adják le a voksukat. Egyébként a Momentum ezeknek sokszor opció, ezeknek az embereknek, és szerintem tényleg az a kulcs, hogy ebben az egy hétben velük minél többet beszélgessünk, és minél többen biztassák ezeket a bizonytalan embereket arra, hogy menjenek el április 8-án szavazni, mert tudjuk, hogy ez a kulcs, mert a Fidesz szavazó tábora egy fix tömeg, és minél többen mennek el, annál nagyobb az esély annak, hogy... Mivel lehet érzésük szerint a leginkább megszólítani most a bizonytalanokat? Arra gondolok, ugye, hogy pont mi múlt héten beszélgettünk itt a stúdióban a telekocsi szolgáltatásukról, ugye külföldön élő vagy dolgozó magyaroknak segítenek ebben. Ezzel kapcsolatban például van valami pozitív visszajelzés, amiből látják, hogy na ez egy jó ötlet volt, egyébként lehet így ezt a hajlandóságot egy kicsit fokozni? Én azt gondolom, hogy először is az, hogy a politikusok kint vannak az utcán, és megközelíthetőek, és lehet velük beszélni, nem csak az aktivisták, hanem tényleg a jelöltek is, meg a pártvezető emberei, ez egy nagyon fontos dolog, és azt látjuk, hogy nagyon pozitívak a visszacsatolások ebben a tekintetben. És ami a külföldön élő magyarokat illeti, én azt hiszem, hogy még nincsenek meg a végleges adatok arról, hogy hányan regisztráltak. Ugye 31-ig volt lehetőség, vagy 30-áig? 31-ig így van, és én azt hiszem, hogy ez szombati nap volt, és csütörtökig voltak feldolgozva az adatok, és akkor már látszott, hogy 3-4-szeres, 4-szer annyian regisztráltak, mint 4 évvel ezelőtt, de a végleges adatok még nincsenek meg. De az biztos, hogy nagyon fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy több százezer ember, magyar ember él külföldön, és ezt nem, sokszor nem jókedvükből teszik, hanem kényszerből, és hogy számítunk az ő szavazatukra, és hogy számít az ő szavuk is. És az ilyen típusú akciók és témák, amiket egyébként a múlt héten a Momentum is felvetett, azok biztos, hogy nagyon sokat számítanak abban, hogy az embereknek úgy egyáltalán kedve legyen elmenni szavazni. Szintén friss hír, nemrég jelent meg a 24.hu-n, a Republikon Intézet a listás eredményre vonatkozó becslése, amit a 24.hu közöl először. Ez szerint hát nagyon szűk, ugye a parlamentbe jutó országos listás eredménye a pártok tekintetében. Fidesz 41%, Jobbik 21%, MSZP Párbeszéd 19%. Ha kettőt összeadjuk, ami ugye kérdéses, hogy létrejött egy ilyen koalíciós kormány, akkor is még 1%-kal a Fidesz vezet, és azt jósolják, hogy a DK, az LMP és a Momentum parlamentbe jutása kérdéses. A DK-t és az LMP-t inkább várják a parlamentbe, a Momentumnál azt mondják, hogy ott rezeg a léc a hiba határ miatt. Itt szól ehhez a becsléshez. Igen, ugye nagyon sok mértékadó közvéleménykutató elmondta már, hogy egyre alacsonyabb a válaszadási hajlandóság ezeken a közvéleménykutatásokon, úgyhogy az egyetlen igazi közvéleménykutatás úgymond az maga a választás 8-án, és azt is tudjuk, hogy abban is eltérés van, hogy kik azok az emberek, akik szisztematikus eltérés van abban, kik azok, akik inkább válaszolnak a közvéleménykutatóknak, és kik azok, akik nem preferenciát tekintve. Én azt gondolom, hogy lehetnek meglepetések április 8-án. Van egy olyan hangulat az utcákon, hogy na most aztán meg kell fogni a Fideszt, és azok is elmennek, akik eddig nem, és van remény. És hát nem csak hangulat van az utcákon, meg a köztereken, hanem plakátok is, és mi meglepő, hogy egyszer csak kiderül Orbán Viktort ábrázoló fotóról, kampányplakátról, hogy jogsértő. Na most a jog nyelvén beszéljünk, jó, de egy lett bejelentve, egy konkrét hely, a kuria ugye azt a döntést hozta, vagy azt a megállapítást tette, hogy az egy plakát, ami ott be lett jelentve, nem tudom én az M3-as kivezető szakaszánál, az akkor ott jogsértő. Mi lesz ennek a következő lépése, mert önök elkezdtek ilyen regisztrációba, hogy gyűjtsék az emberek ezeket a plakáthelyeket?
Igen, ez ugye a Momentum jogászainak az elképesztő munkájának az eredménye, amiről most itt beszélünk. Arról van szó, hogy sokszor nem látszik ezeken az ominózus Orbán Viktor plakátokon, hogy akkor ez tulajdonképpen egy kormányhirdetés, vagy a Fideszé, mint párté a hirdetés, mert hogy nagyon kicsivel van csak feltüntetve ez rajta, és hát az ilyen összefonódások, hogy nem világos, hogy most akkor ez kormánypénzből van, vagy párt finanszírozásból, azért az egy elég erős visszaélés a választók bizalmával, ezért tartottuk fontosnak, hogy felhívjuk erre a figyelmet. És hányat jelentettek be, mert ugye azt lehetett hallani, hogy ezt országosan kiterjesztik, ezt a plakátvadászat. Ezt most kezdtük el, én még nem tudom a pontos számokat, de nagyon lelkesen szoktak ilyenkor nekünk jönni az ilyen fotók, meg bejelentések, úgyhogy biztosan sok lesz. Közben mondják a kollégáink, hogy eddig 12-t hallottak, hogy a híradóban a kiderült, hogy már annyi bejelent. És egyébként mi van, hogyha ez tömegével kerül elő, akkor mi a következő lépés? Hát szerintem április, a jogászaink teszik a dolgokat, ebben biztos vagyok, és április 8-áig valószínűleg nagyon sokat már nem lehet ez ügyben tenni, de utána sem áll meg az élet, úgyhogy folytatjuk a munkát. Köszönjük. Én is köszönöm.